Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dián Gergő. Tartsatok velünk! Sziasztok! Ez itt a Tesi Talks, az ELTE PPK sport témájú podcastje. Sok szeretettel köszöntünk benneteket a házigazdák nevében. Itt van most velem Kovácsik Rita. Szia Rita! Sziasztok! Illetve a beszélgetés házigazdája az én leszek Dián Gergő hiányában. Sziasztok, én Bukta Zsuzsi vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Siklósi Gergő, olimpiai ezüstérmes világbajnok, párbajtőrvívót, és büszkén mondom, hogy egykori tanítványomat. Szia, Gergő! Sziasztok! Azért mondom, hogy egykori tanítványomat, mert Gergő itt az ELTE-n végzett nálunk sportszervező szakon, és a mai beszélgetésnek az lenne a fő vezérfonal, a fő témája, hogy hogyan él ma egy élsportoló Magyarországon. Ennek nem csak a megélhetési hátterét szeretnénk boncolgatni, hanem egy kicsit azt is, hogy hogy működik az élsportolói karrier, és mennyit változott ez az utóbbi időben, és akkor kezdjük egy picit azzal, hogy neked egy versenyszezonban hogy néz ki általában a programod. Hm. Mennyit edzel, mennyit versenyez egy vívó, és mennyi, hogyan pihensz, és mennyi időd van az egyéb dolgaidra? Hát így bevezetésként azt tudom elmondani, hogy szeptembertől indul a szezonunk, júliusig tart, augusztus általában egy 3-4 hét pihenő szokott lenni olimpiai éve, után van, amikor rövidebb, van, amikor hosszabb pihenőt kapunk. Ezt azért mondom, hogy mert az előző olimpia, a tokiói olimpia után én igazából csak 2 hetet tudtam pihenni, és ez rányomta a bélyegét a következő éveimre egy kicsit. Szóval a programom úgy néz ki szeptembertől, hogy heti 4-szer van 2,5-3 órás edzés, vívás, mellette 3-szor, hát inkább 4-szer kondi, ez meg van fűszerezve pszichológussal, külön kardioedzéssel, gyógytornával, és közben pedig karbantartani a fegyvereket. Igazából kicsit így mindenesei vagyunk magunknak. Nem tudom azt mondani, hogy úgy ki vagyunk szolgálva, akár mint a futballisták, hogy oda megyünk edzésre, és ki van mosva a cuccunk, és már el tudunk kezdeni vívni, hanem ezt ugye mindig hazavisszük, kimossuk, megcsináljuk, és ez egy kicsit ilyen önmagunkról gondoskodunk. Persze ezzel nincs semmi gond, ez így normális, csak hogy ez még kiteszi a napnak egy részét, hogy folyamatosan minden edzés és után gondoskodni kell minden részletről, hogyha belegondol az ember, akkor a kondi edzés után is azért összejönnek a dolgok, illetve tehát étrendkiegészítőről is gondoskodni kell. Igazából mi vagyunk a saját magunk edzői is kicsit, és közben van több edzőnk, kondi edző, vívó edző, mentális edző, tehát egy napunk nagyon változatos tud lenni, de közben van holt időszak, tehát hogyha azt nézzük, vagy pihenő időszak, 9-től 11:30-ig vagyunk kondi edzésen, utána délután 4-ig van talán a pihenő, akkor már el kell indulni a vívóedzésre, 17:30-re megérkezünk a vívóedzésre, 17:30-től 20:30-ig, 19:30-ig vívunk, 20:30-ig nyújtás, tehát hogyha kiszámoljuk, akkor ilyen 2-3-3,5 órát foglalkozunk aktívan egy nap a sporttal. Ez egy munkaidő gyakorlatilag, tehát hogy hogyan tudsz kikapcsolódni, vagy úgy a napközbeni kikapcsolódás az adott? Ugye nagyon úgy tűnik nekem ebből, amit elmondtál, hogy nagyon önmagad idejét kell menedzselned, tehát, hogy okosan kell nyilván a többit is beosztani. Abszolút. Meg, hogyha az ember fáradt, bocsánat, hogy belevágtam a kérdésedbe. Csak hogyha az ember vagy egy sportoló edz 9-től 11-ig utána, vagy 11:30-ig utána, azért kell egy idő megebédel, és utána azért elfárad, és ki kell pihenned magad a délutáni edzésre. Tehát az úszók is azért kezdenek reggel 6-kor, hogy beleférjen a délutáni edzés, hogy ki tudják pihenni magukat, és legyen közte pihenőidő. Nekünk sokszor pihenéssel kellene telnie, de én a vívó üzlet be, tehát a vívóboltba járok, hogy akkor egy új pengét veszek, egy új vezetéket folyamatosan, és ez a pihenő időszak, amit úgy nézünk, ez
próbálom pihenéssel tölteni, de ugye az embernek folyamatosan ezeket menedzselni kell. Egyébként van egy Excel táblázatom, amiben annyira változatosak a napok, hogy nem azon, hogy reggel 8-kor bemegyek valahova, délután 4-kor végzem, hanem meg kell tervezni minden egyes napot, és ezért egy Excel táblázatot csinálok, amiben megvan osztva az edzőmnek, a szövetségi kapitánynak, a kondi edzőnek, és még a barátnőmnek is, hogy ők is tudják, hogy hol vagyok, mert elég nehéz követni. Ez mennyire jelent neked így nagy kívást, vagy inkább azt kérdezem, hogy korábban, amíg még ugye fiatalabb sportoló volt, hogy ebbe így beleszokni, mert most már rutinos vagy, de azért egy fiatal vívónak ez igen nagy kihívást jelent. Nem tudom, mennyire kaptok ebben segítséget, hogy ezt hogy építsétek föl? Nem kapunk segítséget, ezt mindenki maga dönti el, hogy mennyire szeretne profi lenni. Azt tudom mondani, hogy a többi sportolótársam, én nagyon tudatosan szeretem ezt megtervezni, és hogyha valaki tényleg profin szeretné csinálni a sportot, akkor egy napodat be kell osztani jól, és látnod kell előre, különben egy kicsit káoszos lesz, főleg vívóként, de szerintem a többi sportra is ugyanígy igaz ez. Ebben, ahogy mondtam, hát ez magunknak, ez a saját preferenciánk, hogy mennyire szeretnénk tudatosak, profik, és előre megfontoltan felkészülve, megtervezve készülni. Igazából ez mind autodidaktikus módon tapasztaltam meg. 18 évesen azt gondolom, amíg amatőr vagy félprofinak tekinthető egy sportoló, addig nem alakul ez ki, hanem ott még csak úszol az árral, és utána később, amikor már jönnek az eredmények, vagy már 18 évesen jönnek, akkor sem fogod fel. Tehát Kok Máté, aki nemrég világbajnok lett, és megvert engem a négybe jutásért a legutóbbi világbajnokságon, ő neki nincs Excel táblázata, ő egy kicsit szétszórtabb egy nap, de mások vagyunk, azt tudom mondani, és ettől függetlenül ő is nagyon keményen edz, de hát sokszor szólni kell neki, hogy itt hagyta az okniát, vagy tehát azért mindannyian mások vagyunk. Én azt tudom mondani, hogy egy elég kidolgozott rendszerben élem a napjaimat, de ilyen a személyiségem is. Engem ez nagyon megfogott, hogy belegondoltam, hogy amikor nappali tagozatra ért el hozzánk, tehát hogy ebbe hogy férne most bele az, hogy beülj egy órára, miközben én nekem az az emléke rólad, hogy amikor azt hiszem harmadéves voltál már, és akkor volt egy közös szemináriumunk, és majdnem mindig ott voltál, és nekem utána döbbentem rá, hogy igen, de a Gergő, én tudtam, hogy te válogatott vagy, csak ugye akkor volt talán egy sérülésed is abban az időszakban, tehát hogy egy nagyon picit jobban ráértél talán, de hogy nekem így egy rádöbbenés volt az, hogy úristen, hogy tudott ott lenni a Gergő, hogy tudta megoldani a dolgot. A tanulás akkor, amikor nappali tagozatos voltál, akkor hogy tudtál megbirkózni? Akkor még nem volt Excel táblázat, igazából ezt úgy tudtam megcsinálni, nagyon egyébként előre így, vagy hát utólag látva nagyon nehéz volt, és azért sem tudtam teljesen az élsportra koncentrálni. 19-ben meglett ennek az eredménye, hogy kicsit felkönnyítettem az iskolában, és akkor nyáron tudtam világbajnok lenni. Egyébként ezt úgy csináltam, emlékszem, hogy megnéztem, hogy mikor vannak az órák, mikor vannak az edzések, és edzésről órára, óráról pedig edzésre mentem, és akkor reggel 8-tól este 8-ig mentem. Lehet, hogy az volt a pihenés, nem, amikor beültél az órára. Volt, amikor hát figyelni annyira megpróbálok, és én úgy tanulok szerintem 10 éves korom óta, hogy figyelek nagyon órán, és a lényeget kiveszem, és otthon már nem nagyon volt idő és lehetőség tanulni, hogyha 5-től 8-ig, már 12 éves korom óta délután 5-től este 8-ig edzem, heti X alkalommal, tehát nem volt nagyon lehetőség arra, hogy én este tanuljak hullafáradtan. Persze, de hál' Istennek azért ezt meg lehet oldani anélkül is. Igen, igazából a fizikai meg a mentális fáradtság az két különböző dolog, és sokszor kiegészítik egymást a fizikai meg a mentális tevékenységek. Nem tudom most, hogy már ugye befejezted az iskolát, nem tudom, hogy van-e igényed ilyesmire, mert ugye van erről sokszor szó, hogy például ugye beszélgettünk is róla, meg azt hiszem, hogy most egy elég forró téma az, hogy mi van Milák Kristóffal, ugye nagyon sokat beszélnek róla, hogy ugye Kristóf pihenni szeretett volna, és ő ki
tehát megoldotta magának azt, hogy pihenhessen most, amit te nem tudtál megoldani, amikor szerettél volna, és ez egy nagyon különleges szituáció, tehát én is megkérdezem, hogy tényleg így utólag visszagondolva nem lett volna jobb mégis Tokió után, hogyha hagynak téged egy kicsit pihenni, illetve hogy igen, tehát hogy ez a fajta mentális kihívás, amit a Kristófnak is ajánlott például ugye a szövetségi kapitánya, hogy menjen el esetleg tanulni, vagy csináljon valami teljesen mást. Erről te mit gondolsz, Gergő? Vagy hogy ez most két külön téma, úgyhogy amelyikhez szeretnéd, azzal nyugodtak. Abszolút egyetértek azzal, hogy folyamatosan mellette kell valamit csinálni. Én jelenleg egyébként franciát tanulok, és szeretnék majd, hogyha odaérünk. Vivo szövetségben ez jól fog élni. Igen, a Nemzetközi Vivo szövetségben nagyon, de hogy ha kijutunk Párizsba, és nagyon remélem, hogy ki fogunk csapattal jutni Párizsba, akkor ott majd akár franciául nyilatkozni. Van egy olasz középfokú nyelvvizsgám, egy angol felsőfokú, és még franciából szeretném a középfokút, olaszból a felsőfokút, és akkor úgy utána talán még mesterre is tudnék jönni az ELTE-re. Várunk már. Sportmenedzserre. Szóval vannak a tervek, és most jelenleg hétfőn és kedden tudok francia órán részt venni online. Szóval ez a jelenlegi mentális lefárasztás, de pont ebből pont a Párizsról jutott eszembe, hogy én azért nem tudtam Tokió után megállni, mert be akartak ott pótolni egy Európa-bajnokságot október elején, vagy szeptember végén. És akkor az edzőmmel megbeszéltük, hogy rendben, erre az olimpiára egyéniben sikerült kijutni, de szeretnék segíteni a csapatnak, hogy kijussunk együtt. Egy nagyon fiatal csapatról van szó. Az átlag életkorunk szerintem 23-24 körül lehet, és emiatt az Európa-bajnokság miatt, ami már a világranglistába beleszámított, azt mondtam, hogy én visszajövök, és szeptembertől vívtam a srácokkal, és két héttel vagy egy héttel a verseny előtt lefújták 51-49%-os arányban, és nem volt probléma, mert amúgy ott mondtam, hogy egyéniben nem szeretnék vívni, csak csapaton, és utána is jöttek tehát utána már elkezdődött a szezon, azért nem tudtam megállni. De abban a szezonban a világranglista 11. helyről a világranglista 4. helyig jutottunk fel csapattal, ami azért fontos, mert a következő évben akkor a 8-ba jutásért könnyebb ellenfeleket kapunk, jobb esélyeink vannak az olimpiára, és jelenleg a kvalifikáció felénél járunk, az 5. helyen vagyunk az olimpiai kvalifikációs ranglistán, és azt mondanám, hogy 70% esélyünk van, 70-80% esélyünk van kijutni a következő olimpiára. Ez volt a cél. Tehát, hogy a cél érdekében minden évben megvolt a szakmai cél, hogy mit szeretnénk elérni abban a szezonban, és ezeket teljesítettem. Én a világban is a 16 között maradtam, akik kiemeltként kezdenek minden versenyen, tehát nem kell selejtezőt vívnom, és a csapatunk pedig ki fog jutni Párizsba. Az, hogy ez nekem egy éves szenvedést okozott, hogy értem a Kristófnak, hogy kiég, vagy hogy túl sokat csinálta. Egyébként a sportunk is más. Az övé egy tisztán fizikai, monoton, nehéz sport, amiénkben van egy kis játék és szórakozás, de nem úgy szerettem volna lefesteni a tanulást, ahogy eddig, mármint, hogy nem szerettem volna én negatívan beszélni róla, tehát nem volt nekem annyira nehéz, mert mindig céltudatos voltam, és nem láttam azt, hogy nekem most ki kéne mennem szórakozni a barátaimmal, hanem megtanultam, meg elmentem versenyezni, és sokszor visszakaptam a tanáraimtól, hogy én mennyi mindent áldoztam fel ezekért a sikerekért, és akkor nekem ez nem tűnt áldozatnak. Szóval ilyen szempontból én azt látom, hogy könnyű volt a gyerekkorom és az egyetemi éveim is. És van egy könyv, az Edzett Agy, ami arról szól, hogy ha fizikai tevékenységet űzünk, akkor mennyire könnyű tanulni mellette. És én ezt vettem észre, hogy már a gimnáziumban is, mivel én sportoltam, könnyebben fogtam fel a dolgokat, gyorsabban megértettem, és jobban megmaradtak a memóriában, és ezért
nekem könnyebb volt az iskola általánosságban, és ez az edzett agy, ez az egyik legjobb könyvem eddig. Igen, ezt egyébként tényleg tudományos kutatások bizonyítják, hogy ez mennyire kiegészíti egymást, meg én nekem is van rá egy példám, mert amikor több órát tanítok egy nap, is rettentően le tud egy tanár fáradni szellemileg, én legalábbis nagyon, és akkor este teniszezni kellett mennem, és mondom, úristen, hogy fog, olyan jól játszottam, hogy annyira élveztem a játékot egyszerűen, mert teljesen más csináltam, vagy a síelésre szokták ezt mondani, hogy nincs annál fárasztóbb fizikai mozgás, de hogyha valaki kilép a mókuskerékből, meg a munkájából, akkor annál jobban ki se tud kapcsolódni, mint hogy ezt teszi. Meg ilyenkor elindulni a legnehezebb, pont egy ilyen fárasztó igen. nap után, tényleg az a legnehezebb pont, hogy komolyan én elinduljak ma, mondjuk akár edzeni. Igen, és néztem az eget, hogy hát, ha esni fog, és nem tudom. Utána, amikor ott van az ember, és tényleg, mondom, attól függ, hogy éppen az edzésről, vagy a tanulásról megy, tehát, hogy vagy oktatásból az edzésre, hát azok a legjobbak, de tényleg, meg egy olyan jól eső fáradtság van az emberen. Nyilván más, és sportolóként egy kicsit ez a dolog olyan szempontból, hogy úgy mondom, hogy más egy rekreációs edzés, mint éppen, ha teljesíteni kell, tehát ez egy plusz nyomás, azt gondolom, ott van, de ettől függ függetlenül jól szokott menni. Engem még érdekelne az, hogy több helyen nyilatkoztad, meg most is átjön, ahogy beszélsz, hogy mennyire csapatjátékos, vagy mennyire szereted a csapatot, és hogy milyen érzés tulajdonképpen ebben a csapatban csapatvezetőként színre lépni, illetve mennyiben más a csapatban vívni, mint hogy egy egyéni teljesítményt nyújtani, nyilván megvannak a nehézségek, de ugyanakkor akkor ez a csapat élmény. Összességében ugye egyéni sportág a vívás, tehát egyedül vagy a páston, nincs összjáték, passz, semmi ilyesmi, és ezért az egyéni teljesítményedet mérik, és az egyéni teljesítményem az elmúlt 2 évben nem volt kiemelkedő a többiekhez képest egyáltalán. Én inkább ilyen mentorálásnak fogtam fel, hogy a srácok, Dávid, Máté és Tibi, ők beilleszkedjenek ebbe, vagyis hát, hogy megismerjék a felnőtt csapatversenyek világát, és ők tökéletesen beilleszkedtek, talán azt mondom, hogy még jobban is teljesítettek ebben a 2 évben, mint én valaha. Ez egy nagyon pozitív élmény volt, és most lett egy kicsit vége a mentorálásnak, tehát erre a szezonra, mert én eddig úgy léptem fel csapatvezetőként, mint egy ilyen kis mentor hátulról, hogy hajrá, srácok, menjetek, de van, amikor előre kell állni, és meg kell mutatni, hogy már pedig én képes vagyok megverni az ellenfelet 5 tussal minden asszóban, és hozzá kell tenni a csapathoz. Tehát egy kicsit másfajta támogatás volt eddig, és másfajta támogatás lesz most. Hogyha arra emlékszem vissza, hogy Tokióban milyen volt egyedül állni a dobogón, és milyen csapatban, csapatban nyerni, amikor a nyakadba ugranak más, és együtt tudtok örülni, egyedül nyerni, és hogy rólad szól minden, az nem annyira élvezetes, legalábbis számomra. És ezért már Tokióban eldöntöttem a dobogón, hogy jó, akkor a következő olimpián, hogyha egyedül jutnék ki, akkor nem szeretnék. Nem azt mondom, hogy visszamondom, de nem szeretnék egyedül kijutni, és most erre az olimpiára már, mivel Kok Máté megvert és világbajnok lett, hogyha nem jut ki a csapat, akkor én nem leszek kint az olimpián. Szóval jó is, mert létrejön az, amit én elhatároztam, hogy csak csapatban szeretnék. Egyébként a tanárnővel, bocsánat, megszokás. semmi baj. A tanárnővel nál megtanultam, hogy van autokratikus vezető, demokratikus hát, vezető, és én nem akartam a többieknek a lenyomni, tehát a többiek torkán lenyomni, hogy már pedig én vagyok a legidősebb, a legeredményesebb, és én vagyok a csapatvezető, hanem szerettem őket meghallgatni, az ő véleményüket, egy kicsit ilyen demokratikus dologgá szerettem volna változtatni, és úgy érzem, hogy sikerült a légkört barátságossá tenni, és nem pedig az, hogy valaki kijelöli az irányt, és arra megyünk. Szóval jelenleg a csapat összetartás tökéletes, és jól állunk az olimpiával, és én nagyon remélem, hogy akár egyéniben, de inkább csapatban leszünk ott a dobogón. Uh-huh.
Te élvezed az edzéseket, Gergő? Mert ugye mondtad, hogy azért egy picit ilyen játékosabb a történet, de lehet élvezni az edzéseket, főleg ilyen mennyiségben? Nehéz ilyen mennyiségben élvezni az edzéseket. Azt tudnám mondani, hogy nem élvezem az edzéseket, mert 2,5 órát hullafáradtan, tehát nagyon fáradtam, szerdán már fáradtak vagyunk eléggé. Ebben a szezonban azt jelöltük ki az edzőmmel, Dancsázi Tamással, hogy megpróbálunk egy héten minél frissebbek maradni. Tehát minőségi edzést végzünk, de nem mennyiséget végzünk el, hanem néhány könnyített edzést beteszünk, és akkor sokkal könnyebb szinten tartani és fölfelé lépdelni. Egy kicsit a magyar sportban ez érzékelhető, hogy a mennyiségre tesszük rá a hangsúlyt. Hát ezek a hagyományok sajnos, és ugye főleg a teljesítmény sport ezt a bizonyos kiégést, amik nagyon gyakoriak. Igen. Ezt régen nagyon... Hát ugye annak idején a 80-as évek nagy úszói, azok 20-pár éves koruknál tovább nem bírták, tehát most szinte csodaszámba megy, hogy egy Cselaci vagy néhányan mennyi ideig tudják ezt csinálni, talán azért, mert talán változott valami, de ez nagyon jó hallani. És mondtad, hogy van mentális felkészítés, az hogy néz ki nálatok, és az jó-e? Sportpszichológusnak nevezik, de én azt gondolom, hogy ez egyébként pusztán egy pszichológus, aki akkor tud szerintem egy sportoló jól teljesíteni, hogyha minden rendben van otthon. És én 18 évesen elkezdtem járni az edzőm hatására vagy javaslatára egy pszichológushoz. Beszéltünk családról, párkapcsolatról, általános életszemléletről, és 5 év alatt kiszámoltam, hogy közel 100 órát voltam nála, és ez olyan mértékben megváltoztatott, hogy egy ilyen egészségesen láttam a sportot, nem úgy, mint megélhetés, nem úgy, mint hogy mi lesz, hogyha én nem nyerem meg, tehát nem volt rajtam eredménykényszer, hanem én igyekszem a versenyen már élvezni a sportot, amit csinálok, szeretnék szórakoztatni, nem azon múlik az életem, hogy én most ott nyerni fogok-e vagy sem. Sokszor mondom ezt verseny előtt, hogy bármi történik, a szüleim, a családom, a barátnőm adott esetben ugyanúgy fog szeretni, mint előtte. Tehát bármilyen csúfos vereséget is kapok, de ez általában nem szokott megtörténni, mert így tudom kihozni a 120%-ot. Csíkszentmihályi Mihálynál a flow élményt próbálom folyamatosan rekreálni. Szokott neked lenni flow élményed, vagy úgy érzed, hogy a vívás az egy ilyen élmény számodra? Igen. Nekem ez egyébként nagyon, tehát hogy nem, nagyon-nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy neked ez sokkal szélesebb körbe, meg sokkal többet kellene hangoztatnod azzal együtt, hogy nyilván most nem ez a dolgod, de lehet, hogy neked ez lenne a küldetésed, mert én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy tényleg egy sportoló, aki sokat edz, és sok idejét és sok energiát áldozza arra, hogy elérjen sikereket, annak nyilván ez egy nagyon fontos dolog, de nem erről szól csak az élet. És ezt te hangoztatod, és ez annyira jó hallani egy sikeres sportolótól, mert ez, hogy úristen, az élete álma összetört, mert nem mehetett ki egy olimpiára, nem szabadna, hogy összetörjön. Az egy nagy csalódás, fel kell dolgozni, de annyi minden van még az életben, ahhoz, hogy egészségesen és boldogan éljen valaki, hogy egy ilyen sportolónak is úgy kell neki menni a pályafutásnak, hogy bármikor lehet sérülése, bármikor lehet nagyon rossz napja, bármikor eleshet egy lehetőségtől, és hogy ezt tragédiaként nem szabad felfogni. Igen, és sok nagy név gondolkodott így, nekem Keleti Ágnes jutott eszembe arról a készült Refort filmben, és ugyanezt mondta, hogy ő soha nem úgy ment föl, hogy meg akarja nyerni. Vagy hát meg akarta nyerni, ez nem ez a legjobb szó, csak hogy ilyen görcsösen, hogy úristen, mi lesz, hanem örül, ha nyer, de amúgy imádja, amit csinál. És hát mennyi ideig csinálta, és szerintem, ha tehetné, még most is csinálna. Úgyhogy ez erre csatlakoznék csak rá, hogy ha tehetett, tényleg hangoztasd, és szerintem, és remélem megerősítesz ebben, hogy hozzájárult ebben ugye a mentális egészségedhez a pszichológus is, tehát hogy
javallott, és nem ciki, mert ugye ez szokott lenni egy kicsit, hogy pszichológushoz járni, hanem az egy jó dolog, mert azért nagyon sok sportoló, és főleg ilyen sportoló csúszik bele ebbe a teljesítménykényszerbe, de tényleg még kis hobbi sportolók is, vagy hát úgy mondom, hogy... Szerintem mindenkinek vannak démonjai, ha így nevezzük őket, és nagyon jó mindenkinek beszélni róla, valaki olyannak, aki, hát akit egyrészt köt a titoktartás, egy kicsit jobban meg lehet nyílni nála, de aki tud segítséget is megfogalmazni, nem csak baráti tanácsot, hogy jó, ne foglalkozz már vele, majd jobb lesz, vagy bármi ilyesmi, hanem egy órát arról beszélni, hogy tényleg mik zavarnak téged, mitől félsz igazán, és itt nagyon sok téma feljöhet, és nem ott történik meg a változás abban az egy órában. Tehát most én nem azt mondom, hogy arról beszélek, hogy minden sportoló, de nem sportoló is nyugodtan mehet pszichológushoz, akár 5 alkalommal. Több barátom volt már, és van, akinek beválik, van, akinek nem. Azt gondolom, hogy ez pszichológusa is válogatja. Foglalkozom egyébként a témával, így visszatérve, de én már ezt elmondtam sokszor. És pont a pszichológusom, Balassa Levente mondta ki azt, hogy már elmondtad, és lehet, hogy egy kicsit várni kéne addig, amíg ennek lesz egy nagyobb hordereje. Tehát, hogyha én ezután nyernék még 3 olimpiai érmet, és van egy harmonikusan működő családom, egy kiegyensúlyozott életem, és egy tényleg egy boldog, a sporton kívül is kialakított boldog életem, akkor már tudok úgy beszélni az életről, mint egy mondjuk adott esetben 35 éves, fél életét leélt, vagy harmad életét leélt ex-sportoló. Mert hát, hogy 36 után nem tudom, mennyire fogok sportolni, mert mást is szeretnék csinálni. Tehát most inkább azon van a hangsúly, hogy olimpiai érem, még egy világbajnoki érmek, most váltam ezzel a szezon kezdettel újra sikeréhessé. És azért jöttem el, egyébként úgy voltam vele, hogy ebben a szezonban nagyon kevés ilyen beszélgetést, vagy média megjelenést szeretnék vállalni, mert egy kicsit vissza szeretnék bújni így az edzések mögé, és tényleg annyit dolgozni, hogy egy vagy két olimpiai érmem legyen Párizsból, és akkor újra lehet hallatni az embernek a hangját. De ja, és azért jöttem el, mert hát a Zsuzsanna tanárnő nagyon jókat tud kérdezni, és amúgy élvezem a beszélgetést. Hát nagyon köszönöm. Igen, emlékszem, hogy amikor tavaly beszélgettünk először arról, hogy le tudnánk ülni, akkor éppen ezt mondtad, és nekem is ez is nagyon tetszett, ez a fajta tudatosság a részedről, hogy gyengébbek voltak az eredményeid, nem működött, és érezted, hogy túlvállalod magad, és akkor én is azért hagytam a nem ütöttem tovább a vasat, hogy akkor majd beszélgessünk akkor, amikor tényleg jó szívvel el tudsz jönni, és azt mondod, hogy rászánod az időt, mert mondjuk jól esik. Úgyhogy örülök neki, hogy ez a pillanat eljött, de ez nagyon jó, hogy erről beszélsz. Ugye mi beszélgettünk arról, és szeretnénk egy sportolónak a véleményét is ebben meghallgatni, hogy a közvélemény, és ugye főleg azoknál a sportolóknál, hát ugye a focistákról nem beszélve, de ugye igazából más sportágokban, amik talán jobban előtérben vannak a vívásnál, ugye nehezebben érti meg ezeket a dolgokat, hogy valaki kihagy egy világbajnokságot, vagy éppen lebetlizik mondjuk egy világbajnokságon, és hogy nem segítene az, hogyha jobban értenénk, hogyha jobban látnánk, hogyha jobban meg tudnánk érteni, hogy mi történik az élsportban. Mert ugye Magyarországon azért most rengeteg pénz megy az élsportra, az emberekben ez okoz egy kis frusztrációt, mert nagyon sok olyan szakma van, amelyiknek nem tud elérni, ha akármennyi időt dolgozik, és olyan szintű jövedelmet, mint amit bizonyos sportolók el tudnak érni. Ez nyilván okoz egy
egy óhatatlan ellenszenved az iránt, hogy és akkor még nem is csinálja a dolgát. Tehát, és akkor még amit a pályára kitesz, azt rossz nézni. Tehát, hogy nem segítene az, hogy ha jobban, átláthatóbban, érthetőbben próbálnátok ti is, vagy nem az, hogy ti próbálnátok, hanem hogy lehetne ezt a közvéleménnyel egy kicsit jobban megértetni, hogy mik vannak ezek mögött, a dolgok mögött, és segít-e ennek ez a túlzott figyelem, vagy túlzott támogatás, ami Magyarországon van? Tehát nyilván van ennek hátulütő. Én alapvetően nem értek egyet az ilyen nagyságú támogatásával a sportnak, mert hát azt látom, hogy másra is mehetne ez a pénz, de ez a helyzet. És nyilván, tehát ezért téged senki nem bán, de az már szerintem az már csodálatos, hogy te ezt kimered mondani. És azt tudom mondani, hogy ez a dolgunk, és hogy menjünk világbajnokságra, és hogy csináljunk, ez így van. Tényleg ez lenne a dolgunk, és nem tudom ebből a szempontból megvédeni Milán Kristófot, mert tudatosság mellett, mentális felkészülés mellett, hogyha az ember tud gyuratni, tehát masszörhöz járni, gyógytornára járni, és beosztani a saját versenyeit, tehát akkor felkészülni azokra a versenyekre, amiken Magyarországot képviseli, az nagyon fontos. Tehát én is úgy időzítem a világkupáimat az év során, hogy ott legyek a lehető legjobb, de hogyha azokon a világkupákon nem tudok a legjobb lenni, mint az előző két évben, akkor a világbajnokságra és az Európa-bajnokságra, ahol képviselem a hazámat, és nézik, és örömet okoz azoknak az embereknek, már akinek örömet okoz, hogy ezt látja, hogy ott a lehető legjobb formámban utazzak el. És szerintem önző azt mondani, hogyha nem tudom megnyerni, vagy rosszak az eredményeim, akkor nem megyek. Tehát én nem volt jó, fél éve sérült voltam, az elmúlt fél évben sérült voltam, mégis minden versenyen ott voltam, úgy utaztam el Buenos Airesbe, hogy jeleztem vasárnap, hogy lebetegedtem, majdnem, tehát hőemelkedésem biztos, hogy van, lázam, úgy látom, hogy nincs, és mondták, hogy sajnos holnap indul a gép, és betegen 13 órát utaztam sérülten, egy aszót vívtam, és a csapatban nem voltam benne, és hazajöttem, és ez egy pokol, 13 órát utazni egyben, betegen, orrot fújva. Szóval én azt gondolom, hogy én csinálom azt a dolgom, amit meg kell csinálnom. Nem tudom azt mondani, hogyha valakinek az a dolga, hogy menjen egy világbajnokságra és képviselje hazánkat, akkor is, hogyha hetedik lesz, akkor is szerintem el kell menni, mert olyan mennyiségű pénz folyik be a sportunkba, vagyis hát a magyar sportban, hogy ezért már pedig megcsináljuk. Az amerikai focis játékosok, NFL játékosok, NBA játékosok is akkor nem játszanak, hogyha sérültek. És akkor is ott vannak egyébként a csapat mellett. Erről pont ez jutott eszembe, bár én nem utaztattalak volna a Buenos Airesbe, mert azért az kemény. Hát az 28 óra volt. Igen, az egy rettet, tehát ezért, amit mondtál, igen, ez szörnyű, szörnyen hangzik, igen. Szóval a véleményem összességében az, hogy meg kell tennünk, amit vállalunk. Különben le kell mondani a válogatottságot, és az azzal jár, hogy pénzektől esünk el. Tehát vagy az egyik, vagy a másik. A kettő között az, hogy megkapjuk a járandóságunkat, de nem vagyunk ott, az szerintem nem helyes. Tehát akkor így nem okozott benned mondjuk az sem törést, vagy hát nem volt ilyen nyilván kellemes érzés, amikor ugye az olimpia után sikerültek, vagy kevésbé jó eredmények jöttek, vagy esetleg egy olyan váratlan vereség ért, tehát hogy ez mentálisan akkor nem okoz törés, semmi gond, na, de nagyon tovább. Nagyon fáj. Főleg, hogy tehát, hogyha a vereség ér, de tudtuk, és tudtuk, hogy nehéz év lesz az olimpia után, én sokszor megyek úgymond házhoz a pofonért. Tehát én miután világbajnok lettem, akkor is sokszor kikaptam olyan versenyzőktől, akiktől nem kellett volna. Az olimpia után is ez rengetegszer megtörtént, de ettől erősödünk, ezután újra helyre kell állítani az önbizalmunkat, és azért
Én azt gondolom, hogy a sportolóknál nagyobb tudatosságra van szüksége egy ilyen jól támogatott környezetben. Nem akarunk a zsebedben turkálni, de hogy nyilván ösztöndíj rendszerek vannak most Magyarországon. Ezeknek a mértékéről mit gondolsz egyébként? Tehát, hogy ez jó túlzás, vagy pedig az biztos, hogy fontos biztosítani, mert amit mondasz, hogy milyen az életmódod, amellé munka, még részmunkaidőben sem, még home office-ban sem, semmilyen módon nem fér bele. Ha eredményt akarunk, akkor ez a jelenlegi vívásban biztosított járulékok és ösztöndíjak és fizetések, ezek elegendőek. Elegendőnek tekinthetők, nem leszünk belőle milliómosok, hogyha nem vagyunk olimpiai bajnokok, állandóan világbajnokok, tehát nagy pénzt azért nem tudunk annyira keresni belőle. Míg TAO sportágakban más a helyzet, én azt gondolom. Tehát nem is tudom, mi volt a csapatsportok. Az, hogy a mértéke, ahogy mondjuk egy egyéni sportágban ma egy sportoló tud élni, az azért az átlag színvonal fölött van. Igen. És hogy ezt valószínűleg vívásban azért itt nem beszélhetünk sokszorosról, nem, biztosan, nem. Csak arról, hogy nyugodt megélhetés. Igen, hogy nem kell mellette dolgozni. Hogy nem kell mellette dolgozni, de azért félrerakni nehéz, hogyha nem vagy nagyon sikeres sportoló, akkor félrerakni nehéz. Illetve én nekem tehát az olimpiának a túl nagy súlya az, ami nem annyira tetszik a sportfinanszírozási rendszerben, tehát éppen az olimpián nem jön ki a lépés, mert ugye egy érem után már ugye az életjáradék fog majd járni, ami azért nem rossz. Tehát, hogy ez egy nyugodt megélhetés biztosít, hogy valaki világbajnokságokon meg EB-ken megy, az arányaiban sokkal kevésbé kvázi jövedelmező. Szerintem pont akkor változtatták meg, amikor az éremnek a sokszoros zódása is. Tehát, hogy eddig egy olimpiai érem az egyszeres életjáradékot biztosított, most több olimpiai érem sokszorozódik. Ezt nem is matekoznám itt ki. Az a lényeg, hogy ezt szerintem 2019 vagy 2020 január 1-jel változtatták meg, és felemelték az EB és a VB után járó éremdíjazást is. Szóval ez szerintem, nem tudom azt mondani, hogy annyira aránytalan lenne most már az olimpiához képest. Igen, régebben azért elég aránytalan volt. Igen. És benne van ez a fejetekben? Tehát, hogy azért mindenki pénzből él, tehát, hogy a siker meg a célok nagyon fontosak, de nem tudom elképzelni, hogy ki tudja zárni egy sportoló. Azt jól teszi, hogyha nem számolgat, és akkor nem az van, hogy úristen, lejöttem a 4-ből, kiestem, és akkor ez mennyit vesztettem, vagy mennyit nyertem. De biztos azért benne van a fejetekben, hogy terveztek azzal is, hogy igen, hogy mit lehet anyagilag megkeresni. Tervezni előre, mondjuk olimpiai pénzt előre elkölteni, vagy megtervezni. Azt nem szabad, az biztos, hogy nem szabad. Meg hát ugye nem is garantált egyáltalán sem a pódium, mármint hogy a dobogó, hanem ezekért tenni kell. Én azt tudom mondani, hogy gondol az ember rá, nem tudjuk azt mondani, hogy nem. Tehát, de közben, amikor ott vagyunk, akkor csak a vívásról szól, és a flow élményről. Én azt látom, hogy a csapat többi tagjában is azért előfordul a flow élmény. A többiektől hallok mondatokat ilyen szempontból a pénz irányában. Nem tudom azt mondani, hogy én is teljesen kizárom ezt, de azt tudom mondani, hogy ha nem szeretnék sportolni, nem szeretnék vívni, akkor én abba hagynám, és nem a pénzért vívnék. Mert akkor nem azt mondom, hogy meg lehet keresni ezt a pénzt itthon, ezt nem mondom. De az olimpiai döntőben való vívást, az a pénz, az nem kompenzálja, hanem az a, amikor a világ tetején van az ember, és akkor ott vívnak, és pont kikap, és második lesz, az sem rossz, de nyerni az egy teljesen más élmény lehet. Szóval az élményhez képest az a pénz, az eltörpül. És a világbajnokságon, amikor Budapesten közel 2-3 ezer ember néz és szurkol, magyar, család, akkor nem tudom azt mondani, hogy a pénzre gondolunk.
gondolunk néha rád, ezt tudom mondani, de nem ezért vívunk. Én nem ezért vívok, ezt ki tudom jelenteni. Ez nagyon jó hallani. Én is ez jutott eszembe, hogy annyira jó hallgatni, hogy erről beszélsz, és bennem megfogalmazódott így ezzel kapcsolatban egy kérdés, hogy úgymond ezért a pénzért, tehát hogy a munkát, amit végeztek, azon belül te mit gondolsz, hogy mennyire tartozik hozzá, pont itt beszéltünk korábban, érintettük a média megjelenést és az ezzel járó szerepléseket, amit pont mondtál, hogy most szeretnél is jobban háttérbe vonulni, tehát hogy ez a része meg a példamutatás, kicsit a felelősségvállás, ez mennyire tartozik hozzá, úgymond, vagy mennyire van benne idézelbe ebbe a ügyébe? Abszolút benne van, hogy szerintem nekünk példaképeknek kell lennünk. Nem, a szélsőséges magatartást azért abszolút kerülni kell, a csúnya megnyilvánulásokat, hanem nekünk a fiatalok számára egy jó példát kell mutatni, hogy hogy viselkedik egy ilyen sportoló. És ezt szerintem néhányan érezzük, van, aki nem. Ez engem zavar, hogy milyen megnyilvánulásokat látok néha sportolóktól, nem megnevezve senkit, csak hogy szerintem ebben benne van, hogy nekünk szerepelni kell, és egy irányt kell mutatnunk a fiataloknak, hogy igenis a sok edzés, a kitartás, a tanulás, ezek jó dolgot tudnak eredményezni. És én azt látom, hogy egyébként könnyebb most kiemelkedni egy általános iskolai osztályból egy gimnáziumot. Tehát én negatív és pozitív spirálokat látok. Hogyha valaki elkezd sportolni, könnyebb tanulni, akkor az jobban szeretik a tanárok, akkor könnyebb újra sportolni, és így fölfelé indul el. Hogyha valaki nem sportol, akkor nehezen tanul, akkor bekerül abba a skatujába, hogy ő nem egy sportoló srác, ő nem annyira szorgalmas, ő nem úgy tanul, és így megy lefelé. Szóval én nem érzem azt, hogy tud egy diák stagnálni, hanem vagy fölfelé indulsz el, vagy lefelé, és tenni kell azért, hogy fölfelé induljunk el. Akkor ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás is itt a sportolók részéről. Ezt is jó hallgatni. Igen, ha már itt tartunk egy kicsit, nekem hiányzik egy picit a magyar sportból, és éppen amiatt, hogy ez a fajta nyugodt megélhetés, illetve akár extrém jövedelemszerzés, inkább a csapatsportokban megvan, viszont nem kevésbé látszik az, hogy a sportolók beállnak ügyek mellé, és segítenek, és kórház, gyerekek, fogyatékosok, hátrányos helyzetűek, stb., hogy ezt hogy látod te? Az, hogy esetleg aktív pályafutásod közben nehéz megoldani nyilván időben, de hogy ezt fontosnak tartod-e, te teszel-e valamit ilyen témákban, vagy jótékonykodsz-e, vagy ez mennyire jellemző a magyar sportra? Látni sajnos nem látszik annyira, még biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan támogatnak dolgokat, vagy állnak ügyek mellé, de kevésbé mutatják ezt. Ez mondjuk Európában kevésbé van benne a kultúrában, mint például Észak-Amerikában, ahol nagyon benne van a kultúrában, de szerintem például a hazai foci, ugye, és most ugye a vívókat mindenki úgy azt gondolja, hogy okosak és szuperek. A focistáknak nagyon jót tenne az imidzsüknek, hogyha ez látható lenne, de úgy általában hogy látod, ez látsz erre példákat, és csak nem tudjuk, és neked mi a véleményed a saját életedben erről? Szerintem akkor van értelme beállni dolgok mellé, hogyha már van a sportolónak neve, és hogyha ez egy hírértéket képez Szoboszlai Dominiknak, néhány foci, tehát a Nemzeti 11-ünknek, igen. Nagy kiemelkedő sportolóknak, Szilágyi Áron szerintem nagyon jól képviseli ezeket a vonalakat. Én azt gondolom, hogy még nem tartok ott, hogy nagy ügyeket fel tudjak vállalni. Én lokálisan szeretek vívókról úgymond kismértékben gondoskodni, ami azt jelenti, hogy hát szeretek segíteni, de még nem találtam olyan nagy ügyet, mert nem úgy értve nagy ügyet, hanem olyan ügyet magamnak, ami mellé be tudnék állni, és tényleg hatást fejtenek ki az, hogyha beállnék mellé. Vannak megkeresések, vagy van ilyen, tehát hogy a másik oldal az próbálkozik ezzel? Hát az Ökumenikus Segélyszervezettel szoktunk
szoktam menni a programjaikra, volt már tanszerpakolás, volt, hogy a Budai Várban felhoztak vidékről buszokkal gyerekeket, és akkor őket így táboroztattuk, de ez egy napos dolog volt. Tehát ilyenek vannak, ezeknek még nincs akkora hírértéke, próbálkozunk. Azért a segítséget nem annyira kerül be a hírekbe, mint a botrány, szerintem. Nyilvánvaló, igen, igen, nyilvánvaló. Tehát ez azért sem. Meg van, aki nem is látszik. Szereti, tehát, hogy van, aki nyilván teszi a dolgát, adományoz ide-oda, de nem akarja, hogy publikus legyen, hogy ne az legyen, hogy ez az ő marketing fogása. Igen. Tehát nehéz itt megtalálni az egyensúlyt, csak én azt gondolom, hogy bizonyos dolgok nagyon fontosak lennének, hogy a társadalom lássa, hogy kicsit úgy kap valamit a köztől azért a magyar sporttársadalom, és hogy adjon is. Én inkább a mentorálásban hiszek. Tehát, hogy kiválaszt mondjuk egy adott sportoló egy-két-három családot, és segít azoknak a gyerekeknek, akik ott vannak, és az élete során, hogyha mondjuk 5-10 évig mentorálja, akkor eljut valahová az a gyerek, vagy az a család. Én ilyen típusú halk dolgokat szeretek csinálni, tehát hogy nem az ökumenikus segélyszervezet sok gyereknek segít, de nem nincs nagy változás akkor, hogyha odaállunk mellé, vagy ha nem. Ameddig nincs nagy hatásunk ezekre a dolgokra, addig szerintem csak a saját lokális környezetünkben kell úgy segíteni, hogy tudjon fejlődni az a pár család, akit úgy segítünk. Az, hogy a futballisták más jövedelemmel rendelkeznek, és mennyit adományoznak, és hogyan. Hát szerintem ők be tudnának állni nagyobb horderejű ügyek mellé, szerintem. Igen, csak ott van ez a másik kicsit veszélyes dolog most Magyarországon, és nem tudom, hogy ebben mennyire. Tehát az, hogy az ember valami mellett felemeli a hangját, az sajnos nagyon sokszor politikai állásfoglalást is tud jelenteni, vagy valami hasonló színezetet, és ettől én is féltem a sportolókat, tehát nyilván van rengetegen, akik nem akarnak ilyen veszélynek kitenni magukat, viszont ez ugye azt jelentheti, hogy akkor el is marad valamilyen pozitív dolog, amit csinálhatnának, mert félnek attól, hogy akkor ki hogy ítéli meg őket. Ez sajnos egy nehéz ügy most Magyarországon, de mennyire félsz te mondjuk nem tudom mennyire vagy aktív úgy a közösségi médiában, hogy véleményt is formálsz bizonyos dolgokról, és mit gondolsz erről, kell véleményt formálnia egy sportolónak? És tudom, hogy most az a válaszod első fele az lenne, hogy jó, még ha te talán véleményt formálsz, még nem vett akkora hullámokat, de igen, az Áron, például a Szilágyi Áron, vagy a nagy sztárúszók, vagy ugye nyilván a focisták, akik esetleg például nagyon sokat tehetnének azért, hogy ez a fajta rasszista, nacionalista dolgok eltűnjenek a pályáról, de nyilván ez, tehát nem akarnak ebbe beleállni, mert túl sok a mocsok, ami rázuhanhat, akár milyen oldalról rájuk, hogy félsz te ettől, és hogy érzed magad ebben a... Ha én azt érezném, hogy ki tudok állni egy helyes dolog mellett, vagy valaki mellett, akit igazságtalanság ért, akkor én kiállnék. És azt gondolom, hogy nekünk ez kötelességünk, mert tudunk befolyásolni embereket, és én nem formálok túl sok dologról véleményt, mert tehát így a közösségi médiában nem azért, mert nincs szavam, hanem mert nem érzem, hogy tehát ebben nekem most véleményt kell formálnom. De hogyha a jövőben lesz olyan dolog, ami mellett ki kell állni, én hezitálás nélkül pozíciót nem féltve kiállok mellette, és szerintem a
leginkább a Nemzeti 11-nek kellene a rasszizmus ellen is, de az, az nehéz eltüntetni azért. Persze, csak azért a szurkolók, akik őket bálványozzák, azért arra óriási hatása lenne annak, hogyha ha ők maguk próbálnák esetleg csitítani bizonyos esetekben a szurkolókat, vagy beszélni, igen, vagy egy párbeszédet folytatni, nekik mi jó, mert valószínűleg az hatna rájuk jobban, hogyha azt mondják, hogy jó, nem akarjuk, hogy megbélyegezzék a Nemzeti 11-et, vagy legyen már jobb hangulat, meg jobb fejség. Hát olyan jó hangulat tud lenni akkor is, hogyha senki nem kiabál be semmilyen. És ugye a magyar szurkolók is nagyon jó hangulatot tudnak teremteni, nem kell ehhez semmilyen rasszista megnyilvánulás, sőt. Egyetértek, hogy... sőt volt, amikor csak gyerekek mentek ugye a meccsre, nem is tudom melyik meccs volt, de hát... Igen, amikor Zárt kapusnak kellett volna lenni, és azt engedélyezték, hogy 12 év alattiak mehessenek. Igen, sajnos az edzőik is mentek velük, tehát így tökéletesen nem lehetett kizárnia. Igen. De hogy egyetértek, ki kell állni, igazságtalanság, és ilyen helyzetekben a helyes bánásmód mellett nekünk ki kell, azt tudom mondani, és nem szabad félni attól, hogy a közvélemény milyen véleményt fog utána ránk varni, hogy mi mik vagyunk, mert szerintem az a mi belső késztetésünk, hogy kiállunk-e, és az enyém az, hogyha hogyha valami belső késztetés lesz, akkor én azt meg fogom fogalmazni. És olyan esetleg volt, hogy megkerestek valamivel, hogy valami mellébe kéne állni, és azt érezted, hogy hát úgy mondom, hogy veszélyes lenne beállni így a mostani környezetben, tehát hogy rólad formálnának valami olyan véleményt, vagy... amit nem szeretnél, vagy hát így tudom fogalmazni, hogy veszélyes most egy kicsit. Voltak ilyenek, volt, amit ezek közül elvállaltam, volt nem, hát olyan, aminek nemet mondtam, inkább próbáltam moderálni, hogy én nem szeretnék egy független sportoló maradni, tehát politikától független, de mégis volt ilyen szempontból is, amit a személyt, akit támogattam, és ez lejöhetett úgy is, hogy én nem vagyok független sportoló, de ettől függetlenül a saját értékeimmel tisztában vagyok, és utána szerintem mindenkinek megvan a lehetősége vélemény, hát hogyha már róla egy közvélemény kialakul, akkor utána tisztázni ezt, hogy ő ki tud adni egy saját véleményt a közösségi médiában. Szerintem erre mindig megvan a lehetőség, hogy tisztázzuk a sorokat. Én nem félek attól, hogyha valaki megbélyegez, és ez mondjuk ismerté válik mindenki számára, akkor ezt nem lehetne tisztázni. Én elég egyszerűen gondolkozom ilyen szempontból. Lassan ugye a beszélgetés végére érünk, de én még két dolgot mindenképpen szeretnék megkérdezni. Az egyik az, hogy képzeled el a pályafutásod utáni létedet. Ugye nagyon beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt is, hogy szívesen vennél részt akár a hazai, akár a nemzetközi vívóéletben, ami szerintem nagyon fontos, hogy gondolkozzanak és készüljenek esetleg tudatosan erre a sportolók. Illetve még én a Fair Play kapcsán szeretnék, ugye neked volt egy nagyon kedves gesztus, amit a nyáron lehetett látni, hogy egy kisfiúnak kesztyűt ajándékoztál, illetve nagyon-nagyon szimpatikusan nyilatkozol a téged legyőzőkről, tehát ezt erőltetni kell, vagy ez jön belőled, mert azért nyilván van benned egy versenyszellem, tehát biztos, hogy van olyan szituáció, amikor én is elméletben nagyon-nagyon fair play párti vagyok, de amikor társasjátékozunk a férjemmel, és állandóan ő dobja nagyot, akkor belőlem is ki tud jönni az állat. Szóval, hogy ezt neked mennyire nincs erőltetve. Van nehézséged ezzel, ezek nagyon-nagyon jó dolgok, tehát szerintem ezeket is nagyon fontos. Nagyon erős bennem mutatni. A versenyszellem egyébként, nem szeretek veszíteni, főleg társasban. akkor lehet, vívásban. Nem kéne társasban. Valamelyikünk a másik fejére borítja, igen. Főleg, ha még engem is bevettek, az a legrosszabb, akkor hárman egy. A Máté elleni asszóban, a négybeütésére világbajnokságon mindent bele. Ha
ha mindent beleadsz egy asszóba, mindent beleadtam, és kikapsz. Utána szerintem megmagyarázni, hogy miért kaptunk ki, utálni a másikat. Tehát közben lehetnek benned érzelmek, de ahogy ugye a férjeddel befejezitek a társast, utána megy az persze, élet tovább. Persze, egy perc múlva már vége a pontosan. Dolog. És erről szól a sport, erről szól a társasjáték, erről szól minden, hogy ne legyen utána ellenérzés, hogy legyőztek, akkor sem, hogyha ez úgymond presztízs veszteség, mert lehet, hogyha az olimpián a 4 bejutásért győz le újra, akkor rosszabb kedvű leszek, de ez a sport, ki lehet kapni, és lehet nyerni. Szóval ezt nem kell erőltetni. A többi kérdés pedig, hogy ilyen, hogy a... Igen, a sportvezetői tervek esetleg, hogy... Én 3 olimpiát tervezek még, Párizs, Los Angeles és Brisbane. És akkor hány éves leszel Brisbane? Már mert ugye beszéltem. 35. Aha, akkor ez még pont belefér abban, amit... Igen, de nem biztos, 32-ben lesz Brisbane, most igen, 23. Igen. Az 9 év, jól számolom? És igen, most 9 év. Akkor nagyon öreg vagyok, igen. Igen. Nem, mert ahhoz, amit az elején mondtál, hogy körülbelül ugye addig érzed egészségesnek a... Én gondolkoztam abban is, hogy vállalkozni fogok, hogy érzem magamban azt, hogy a civil szférában is kipróbálnám magam, mert azt gondolom, hogy a sportolóknak van egy olyan mentalitása, egy munkamorálja, amit lehet alkalmazni a civil szférában is, és akár multinál dolgozni, a nyelvekkel elhelyezkedni, nyugati országokban egy kicsit dolgozni. Tehát én abszolút azt érzem magamban, hogy van még potenciál a víváson túl bennem, munkaviszonyt illetően, de akár a sportvezetést is el tudom képzelni, mert látom kívülről talán a szerkezeti hibákat jelenleg, aztán lehet, hogy belülről már nem vagyunk annyira okosak. Hát, vagy egy kicsit magasabbak a falakot, igen. Amiket át kéne ugrani. Szóval... alkalmazkodni kell, de igen, az egy tök jó dolog, hogyha most figyeled azt, hogy mi az, amit te másképp csinálnál, igen. Valószínűleg akkor jobban fog ez menni. De nem ragaszkodom, lehet, hogy nem a sportban fogok elhelyezkedni utána. Ez még így alakul az évek során. Uh-huh. Hát akkor még van időt, hogyha Brisbane-ig tervezel, hogy ezen gondolkoz. Rita, szerettél volna? Csak annyi, hogy hát ha erős a sportkötődésed, akkor egyébként szerintem nem baj, ha elindulsz ezen a vonalon, csak úgy most tudom, még ilyen sodródási fázisban vagy, de nagyon jó kapcsolati tőkéd is van ugye a sport uh-huh. által, tehát hogy ehhez majd lehet, hogy kapcsolódik egy ilyen úgymond civilesebb állás, és akkor majd meglátod, hogy mi lesz a szíved csücske. Úgyis, hogyha a sport szeretete megvan, akkor szerintem ezt az ember így magamról is tud, hogy átmenti a munkába is, hogy azt fogja csinálni, amit szeret. Igen. És akkor onnantól kezdve meg már kvázi mindegy lesz. Ha még annyit mondhatok, hogy sportolóként én sokat gondolkoztam azon, hogy a juttatások, tehát a fizetéseink, azok közvetett vagy közvetlen módon valahogy hozzájárulnak a társadalmi elégedettséghez, vagy egy kicsit segítünk azzal, hogyha olimpiát nyerünk. És azt érzem, hogy tudunk 4 évente boldogságot okozni a magyar embereknek, és egy kicsit egyesíteni Magyarországot egy közös célért, hogy akkor a vízilabda csapat megnyeri azt az olimpiát, vagy a Szilágyi Áron egy 4-szeres olimpiai bajnok legyen Párizsban. Szóval én ezen sokat tanakodtam, és egyrészt tenni szeretnék sportolóként is azért, hogy szórakoztassak, boldoggát tegyek magyar embereket, hogy mekkora nemzet vagyunk, és hogy milyen sportoló nemzet vagyunk, de a sport után pedig szeretnék közvetlen módon hozzájárulni a társadalmi, tehát hogy valamilyen módon a társadalmi működéshez hozzájárulni, és szerintem, hogyha van egy ilyen hajtóerő a sportolókban, akkor még a sportolói karrierjük során is tudnak tenni azért, hogy valamilyen társadalmi munkát végezzenek ez alatt az idő alatt. Szóval ezt csak így befejezésnek szerettem volna elmondani, hogy ez bennem volt, bennem van, és remélem, hogy tudok még többet hozzáadni.
Jó, én ennek nagyon örülök, és ez nagyon jó végszó. Igen. Mert egyébként ez egy rettenetesen nehéz kérdés, hogy igen, milyen társadalmi haszna van az élsportnak, és hogy arányban van-e azzal, amilyen figyelem most ráirányul. Nem tudjuk ezt a kérdést megválaszolni, de az, hogy te erről gondolkozol, vagy az, hogy a sportolók erről gondolkodnak, és érzik azt a felelősséget, hogy esetleg, ha nem is egy-két sikerrel, hanem mondjuk egy pályafutással, amiben a sportágukat, meg a magyar sportot nem csak azzal segítik, hogy okoznak 4 évente örömöt, hanem azzal is, hogy jobb lesz a sportág, vagy jobb lesz a hazai egészségi állapot, vagy bármilyen dolog, akkor ez nagyon jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Gergő, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Is csak meg akarom köszönni, remek beszélgetés volt szerintem. Kedves hallgatók, ez volt már a Tesi Talks. Köszönjük az EPER, az Első Pesti Egyetemi Rádió szakmai támogatását és a PPK segítségét. Köszönöm szépen, Rita, hogy segítségemre voltál a műsor vezetésében, és még egyszer köszönöm neked, Gergő, hogy rendelkezésünkre álltál. Hallgassátok továbbra is a Tesi Talks-ot. Sziasztok! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dian Gergő. Tartsatok velünk!